happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég, az ő kezében van az életnek, ő az élet fejedelme, és a kezében van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennynek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellemtől és víztől újjászületnek, azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, Szent Szellemnek az örömében éljek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked. A mai napon is a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya fölkent dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy urrá tett az ő kezei munkája fölött. És neked teljhatalmadban, Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre minden térd meghajol, és a nevednek engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom, a názáreti Jézus nevében, hagyd el a testemet, hagyd el az életemet, hagyd el a szeretteimet, otthonomat, családomat, a názáreti Jézus nevében. Halleluja! 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 Dicsőség az Úrnak! 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 Amen! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve, második rész. Közeledett Dávid halálának ideje, ezért hívatta Salamont, és ezt mondta neki. Fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Te azonban légy erős, és mutasd meg, hogy férfi vagy. Amit Istened az örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózes törvényében megvan írva, hogy minden ügyedben és utadban sikeres légy. Akkor az örökkévaló beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiait gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, ha teljes szívvel, lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, akkor Izrael királya mindig a te utódait közül való lesz. Fiam, te is tudod, mit követett el ellenem Jóáb, Ceruja fia. Hogyan gyilkolta meg Izrael seregének két vezérét? Abnert, Ner fiát és Amászát, Jeter fiát. Úgy gyilkolta meg őket békeidőben, mintha háború lett volna. Ártatlanok vére fröccsent Jóáb övére és csizmájára. Te azonban bölcsen járj el, és ne engedd, hogy Jóáb idős korában, békében haljon meg. Ugyanakkor bánj jó indulattal a gileádi Barzillai fiaival. Asztalodnál üljenek, mert segítettek engem, amikor testvéred Absalon elől menekültem. Azután itt van még ez a Simei, Gera fia, aki Benjamin törzséből és Bahurim városából való. Emlékezz rá, hogy Simei milyen súlyos átkokat kiabált rám, amikor Mahanaimba mentem. Amikor visszatértem,
Elém jött a Jordánhoz, és megesküdtem neki az örökkévalóra, hogy nem fogom megölni. Te azonban ne hagyd Simeit büntetlenül. Bölcs vagy, és megtalálod a módját, hogyan büntesd meg. Ne hagyd, hogy békében halljon meg, idős korában. Azután meghalt Dávid, és csatlakozott őseihez. A Dávid városában temették el. Összesen 40 évig uralkodott Izrael királyaként, 7 évig Hebronban, és 33 évig Jeruzsálemben. Ezután Salamon ült Dávidnak, apjának trónján, és a királysága nagyon megerősödött. Ezek után történt, hogy Adónia, Haggit fia, egyszer felkereste Betsabét, Salamon anyját. Betsabé megkérdezte. Békés szándékkal jössz? Adónia ezt felelte. Igen, csak mondani szeretnék valamit. Akkor mondd, bíztatta Betsabé. Adónia ekkor belekezdett. Te magad is tudod, hogy a királyság már az enyém volt, és egész Izrael azt várta, hogy én leszek a király. De azután a királyi hatalom mégis a testvéremé lett, az örökkévaló akaratából. Hadd kérjek tőled valamit. Kérlek, ne tagadd meg tőlem. Betsabé ezt válaszolta. Ki vele? Mit kívánsz? Tudom, hogy a te kérésedet Salamon biztosan nem fogja visszautasítani. Kérd meg hát, egyezem bele, hogy feleségül vegyem a súnémi Abiságot, felelte Adónia. Rendben van, beszélek a királlyal az érdekedben, ígérte meg Betsabé. El is ment Salamon királyhoz, aki felállt a trónról és meghajolt anyja tiszteletére. Majd visszaült trónjára, széket hozatott, és a király anyját a jobbjára ültette. Betsabé hozzákezdett. Szeretnék kérni tőled valamit, ne utasíts el! Kérd csak nyugodtan, anyám, nem fogom megtagadni tőled, bíztatta a király. Engedd meg, hogy Adónia, a testvéred, feleségül vegye a súnémi Abiságot, kérte Betsabé. Erre Salamon kérdéssel válaszolt. Miért csak a súnémi Abiságot kéred Adóniának? Miért nem mindjárt az egész királyságot? Bizony a bátyám Adónia az egész királyságot is meg akarja szerezni Abisággal együtt. Akár csak a támogatói, Ebjátár pap és Joáb Ceruja fia. Ezután Salamon király így folytatta, és megesküdött az örökkévalóra. Úgy segítsen engem Isten, hogy ezért Adónia az életével fog fizetni. Esküszöm az örökkévalóra, aki örökké él, aki megerősített és apám trónjára ültetett, s aki ígérete szerint uralkodói dinasztiát épített nekem, hogy emiatt Adóniának még ma meg kell halnia. Salamon király ekkor parancsolt Benájának, Jójada fiának, hogy azonnal menjen és végezze ki Adóniát. Benája pedig végrehajtotta a parancsot. Azután a király ezt parancsolta Ebjátár papnak. Megérdemelnéd, hogy kivégeztesselek, mégis megkímélem az életed, mert te hordoztad az örökkévaló Isten szövetségládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél apámmal a nehéz időkben. Megengedem, hogy hazamenj Anatótba, a birtokodra, de maradj is ott. Így fosztotta meg Salamon Ebjátárt a tisztségétől, hogy ne legyen többé az örökkévaló papja. Ekkor teljesedett be az örökkévaló szava, amit Silóban mondott Éli pap családjáról. Joáb is tudomást szerzett ezekről, és megijedt, mert ő is Adóniát követte, bár korábban nem állt Abszalom pártjára. Sietve oda menekült az örökkévaló szent sátorához, és megfogta az oltár szarvát. Megvitték a hírt Salamonnak, hogy Joáb elfutott az örökkévaló sátorához, és hogy az oltárnál keresett menedéket. A király ekkor utána küldte Benáját, Jójada fiát ezzel a parancsal. Menj és végezd ki Joábot! Benája oda is ment a szent sátorhoz, és szólt Joábnak. A király parancsolja, hogy jöjj ki onnan! De Joáb azt felelte. Nem megyek ki! Itt akarok meghalni! Benája visszament a királyhoz, és jelentette, amit Joáb mondott. A király pedig így válaszolt. Legyen úgy, ahogy ő mondta, végezd ki ott, ahol van, azután temesd el. Így hárítsd el rólam és apám családjáról az ártatlanok vérét,
akiket Joáb gyilkolt meg. Így bünteti meg Joábot gyilkosságaiért az örökké való, mert apám tudta nélkül fegyverrel meggyilkolt két férfit, akik igazabbak és nemesebbek voltak, mint ő maga. Abnert, Ner fiát, Izrael seregének vezérét, és Amászát, Jeter fiát, Júda seregének vezérét. Halálukért a felelősség és a büntetés szálljon Joáb fejére, és utódaira örökké. Dávid trónjának, családjának és leszármazottjainak pedig az örökké való adjon békességet örökre. Akkor Benája, Jójádá fia, ismét visszament Joábhoz. Levágta és megölte. Joábot a saját háza mellett temették el, a pusztában. A király ezután Benáját nevezte ki Joáb helyére a hadsereg parancsnokának. Cádók papot pedig főpapát tette Ebjátár helyett. Majd hívatta símeit, és ezt parancsolta neki. Építs házat Jeruzsálemben, költözz oda, és attól kezdve ki ne lépj a városból. Tudd meg, hogyha mégis elhagyod a várost, és átléped a Kidron patakot, meg kell halnod, de ezért csak magadat okolhatod majd. Símei így felelt. Jó, amit mondtál, királyom. Szolgád engedelmeskedik. Úgy teszek, ahogyan uram a király parancsolta. Ettől kezdve Símei egy ideig Jeruzsálemben lakott. 3 év elteltével azonban Símeitől megszökött 2 rabszolgája. Majd hírét hozták Símeinek, hogy a szökevények Ákishoz, Malká fiához, Gát királyához menekültek. Akkor Símei felnyergelte a szamarát, elment Gádba, és visszahozta szolgáit Ákis királytól. Salamonnak jelentették, hogy Símei Jeruzsálemből Gádba ment, és már vissza is tért onnan. A király hivatta Símeit, és felelősségre vonta. Emlékszel, hogy megeskedtelek az örökkévalóra, és figyelmeztettelek, hogy amely napon kimész Jeruzsálemből, meg kell halnod. Akkor azt felelted, hogy rendben van, és engedelmeskedni fogsz. Miért nem tartottad meg az örökkévalóra tett esküdet, és miért nem engedelmeskedtél parancsomnak? Majd hozzátette. Tudod te azt nagyon jól, Símei, mennyi gonoszságot követtél el apám Dávid ellen? Az örökkévaló most a fejedre zúdítja a saját gonoszságodat. De Salamon király áldott lesz, és Dávid trónja szilárdan fog állni az örökkévaló előtt örökké. Ezután parancsolta király Benájának, Jójádá fiának, hogy vigye ki és végezze ki Símeit. Benája végrehajtotta az ítéletet, Salamon király hatalma pedig megerősödött. Következik Németh Sándor napi üzenete. És a Bibliában nem reflexiókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. A világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud úgy hatni az emberekre, hogyha a Szent Írást úgy veszik, mint emberi reflexió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél az emberhez. Tehát nem az ember gondolja, nem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. Mert az ember, ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istennek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Azzal Isten jelenléte nem tud behatolni az életünkben. Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatás, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire bálványimádás lesz ennek az eredménye. És gyakran az ember makacssá válik a saját véleménye miatt. És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsul ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben, és ezért a makacs emberekben már megvan, jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége,
mert a vélemény, a soha az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev, ahhoz az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az se biztos, hogy igaz. Ezért az ember óvatos a saját maga véleményével, kapcsolatosan is, és különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondolatokat alkotnak Istenről, és azt esetleg tanítássá teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ez ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történelem bizonyítja, hogy ölni is képesek emiatt. Mert ragaszkodnak a saját tanításaikhoz. Holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg megnyillok az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve szívembe, és utána Isten átjárja a szellememet, és bevon a szellememen keresztül a személyiségemet Istennek a jelenlétébe. Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szó, eleve már az Isten szavának az igénylése, benne van az ember szellemébe, mert az igazi Istenfélő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom áthidalni. Csak ő tudja a hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni feléje, mert ha hidat építek, akkor valószínűleg nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerülök. Ez a vallásnak a problémája. Mert a vallás az nem, önmagában nem érték, az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte kiépül, és elkezd Isten szelleme munkálkodni az emberben. De ehhez a kinyilatkoztatásnak, az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia az a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két főt formunk, a hallás és közösségteremtés, amikor mint a Sámuelhoz, a füléhez szólt az Úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de jöhet, nyilván fizikai hanggal is szólhat az Úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a szellemeit, szellemének a halló képességét fölerősítik kegyelem által, és a szelleme tudja hallani tisztán az Istennek a hangját. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Lester Sumrall, Életem. Látomás Jeruzsálemben. Majd folytatta. Milliók az enyém közül azzal kelnek fel reggelente, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. De eljött az este, és még üres a hasuk. Nagyon figyeltem. Elkezdtem átérezni a fájdalmukat. Mi van olyankor, ha a gyermekeid éhesek, te pedig elmondtad reggel az Úr imáját, de sírva fekteted le őket este, mert nincsen étel. Azt is elmondta nekem az Úr, hogy szólt már emiatt emberekhez, de senki sem akart adni. Megkérdezte. Adsz enni a gyermekeimnek? Igen, feleltem. Nagy örömöd lesz benne, mondta. 5 órán keresztül magyarázta, mit hogyan kell tennem. Még azt is, hogy ki fog segíteni nekem ebben. Uram, mondtam neki végül, kész vagyok az eszközöd lenni. Egy ilyen öreg embernek nincs már szüksége emberek tiszteletére, nincs szüksége elismerésre. Egy ilyen öreg embernek, mint én, nincs szüksége földi javakra sem. Csak azt szeretném, hogy érted munkálkodhassam egészen addig, amíg vissza nem térsz.
Szeretnék áldás lenni az egyházad számára, és azoknak, akik szükségben vannak. Barátaim, szeretném, ha ezt most meghallgatnátok, és megítélnétek a dolgot. Ha valami az Úrtól van, annak engedelmeskedni kell. Remélem, hogy ezt az egyet megtanultátok ebből a könyvből, hogy nekem is, és nektek is engedelmeskednünk kell Istennek. Kérlek, keressétek az Urat ebben a dologban. Kutassátok a szíveteket. Tegyétek magatokévá ezt a látást, barátaim. Az előttünk álló években nagy éhínségek lesznek, és számos amerikai kereszténytől folyik majd áldás a világ minden részére. Hogy mikor lesz ez meg? Kérdezhetnéd. Szomália már ma is haldoklik. A világszervezetek tehetetlenek, és már hallani sem akarják a híreket. Amerika már meghidegült a Szomáliából, Etiópiából és Nyugat-Afrika más országaiból érkező segélykiáltások felé. Albánia is kínlódik, és Oroszországban is egyre rosszabb a helyzet. Volt a Jeruzsálemben kapott látásomnak egy igen furcsa részlete. Állandóan visszatért az a név, hogy Herkules. Herkules. Mit jelenthet ez? Az egyetlen Herkules, akit ismertem, egy izompacsirta hamis istenség volt a görög mitológiában. Miért emlegetni az Úr egy pogány, hamis isten nevét? Amikor hazatértem Jeruzsálemből, és elmeséltem a látomásomat fiaimnak és a szolgálatban résztvevő testvéreinknek, emlékszem, mennyire kihangsúlyoztam. Szükség lesz majd egy saját légiszállítási eszközre. Szomáliában az amúgy is ingatag kormány végképp összedőlt, és különböző hadurak vették át a hatalmat. Ezek az orgyilkos csoportok körülbelül annyira tisztelték a törvényt, mint a New York-i utcai bandák. Szinte minden segélyszállítmány az ő kezükre került. Ezért aztán az ENSZ csapatokat küldött Szomáliába, hogy biztosítsák a szállítmányhajók kirakodását, majd elkísérjék a szállítmányt a nyomor által sújtott területekre. A legtöbb harmadik világbeli országba nagyon lehangoló tevékenység segélyszállítmányokat vinni. Többnyire már a mólónál lába kél a szállítmánynak, még mielőtt a misszionáriusok odaérnének. De még ha nem is tűnik el, a korrupt állami hivatalnokok biztosan kreálnak valami behozatali vámot, ami nem más, mint vesztegetés. Sok országban ez megegyezik a termékek piaci árával. Tehát, ha például egy 10 dollár értékű lisztes zsákot akarsz importálni, akkor először Amerikában fizetett ki érte a 10 dollárt, azután a harmadik világba érve újabb 10 dollárt fizethetsz azért, hogy beengedjék az országba. 100 000 dollárnyi lisztnél ez már problémát okozhat. Nagyon felzaklatja az embert, ha arra kell költeni az Úrtól kapott pénzt, hogy valami tolvaj zsebelje be a doknál. A másik nagy probléma a segélyszállítmányokkal az, hogy nagyon nehéz eljuttatni a rászorulóknak. A legtöbb helyen nincs meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy kiszállítsák az árut a rendeltetési helyére. Így hát bizonyossá vált, hogy szükségünk lenne egy légi szállítmányozási lehetőségre. Helyi repterekre kellett eljuttatnunk az élelmet. Amikor megosztottam ezt a nézetemet a szolgálat többi tagjával South Bendben, odafordultam szolgálatunk légi szakértőihez, Thorpe Mitchellhez, és megkérdeztem tőle. Mi is az a Herkules? Thorpe, akit 1984-ben azért küldött Isten, hogy vezesse szolgálatunk repülőgépét, furcsán nézett rám és visszakérdezett. Miért kérded? Nos azért, mert Isten minduntalan ezt mondogatta nekem. Herkules, Herkules. Thorpe hitetlenkedni látszott. Ez érdekes. Mulatott rajta félhangosan. Mert ez az egyetlen olyan gép, amelyik véghez tudja vinni azt, amit mi itt tervezgetünk. Herkulesnek becézik a Lockheed C-130-ast. Elsősorban a hadseregben használják. 4 turbomotor van benne, és hátulról könnyen fel lehet rakodni rá.
Sok ezer kilométert képes repülni egyetlen tanknyi üzemanyaggal, és meglehetősen jól tud rakományt szállítani eldugott, elmaradott helyekre. Egyetlen más gép sem képes erre. Van, amelyikre nagyobb terhet lehet rakni, vagy messzebbre tud repülni, esetleg gyorsabban, sőt néha még olcsóbban is, de egyetlen másik gép sem képes egyszerre mindazt produkálni, ami az itt szóban forgó térségekhez megfelelne. Magyarázatát követően így szóltam hozzá. Rendben, akkor szerez nekünk egyet. Később elmesélte, hogy ebben a pillanatban vált világossá előtte, mire készítette őt fel az Úr. Egész életében speciálisan arra kapott kiképzést, és olyan posztokra került, hogy most ezt megvalósíthassa. Szerezzen egy Herkules harci szállítógépet, hogy aztán azt vezesse és karban tartsa. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Sok szeretettel köszöntök minden kedves Hit Rádió hallgatót, Szendre Inci vagyok, és már is kezdetét veszi a várva várt igeidő. Hát kicsit sokrétű beszélgetés lehet ez szerintem, hiszen a megújulás témakörött taglaljuk majd Tóth Gézával. Szervusz Géza! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Megújulás, ugye, hát az alapvető kérdés, ami eszembe jut ez ügyben, hogy mindenkinek szüksége van megújulásra? Nem, aki megújult, annak nincs. Na jó, ez így jogos. Tehát, aki éppen frissen megújult, azért nem kell folyamatosan megújulni, de mindenkinek olyan értelemben szüksége van megújulásra, hogy az élete bizonyos szakaszaiban az embernek igenis szüksége van megújulásra, hiszen Ézsaiás azt mondja, hogy még a legkülönbek is elfáradnak, és ha a legkülönbek is elfáradnak, akkor mi van azokkal, akik nem legkülönbek? Azok mennyivel inkább elfáradnak? Tulajdonképpen egy fáradtság, ez egy jó kifejezés. A megújulásra azért van szükség, mert az ember az élete során megfárad többször. A különböző hatások miatt, tehát a hatások, amik érik az embert, akár a munkahelyen is el lehet fáradni, lélekben, persze, testben és szellemben. Elveszítheti az ember a motivációit, elveszítheti a lelkesedését, elveszítheti az első szeretetet, elveszítheti a tüzet, és ezeket folyamatosan az embernek meg kell újítani önmagában. Vissza kell térni időnként az alapokhoz, efezusi gyülekezetet is megdicsérte. János jelenése könyvében olvassuk, hogy Jézus mennyire megdicséri az efezusi gyülekezetet, hogy teherbíró volt, nagyon aktív volt a szolgálatba, de pont a lényeget hagyta el, az első szeretetet, és ezért megvette őt Jézus, hogy térjen meg. Tehát még a legkiválóbb és legkövetkezetesebb, legösszeszedettebb életet élő Isten szolgáló emberekkel is előfordulhat az, hogy valamilyen területen valami fajta vakvágányra jutnak, és vissza kell onnan tolatni a zsákutcából, és meg kell újulni, és szükség van újra a alapokhoz visszatérni, a gyökerekhez visszatérni. Említetted, hogy létezik az a kategória is, amikor a motivációnkat veszítjük el. Ez egy elég nehéz időszak lehet az ember életében. A monotonitás kiválthatja ezt az emberből? Abszolút. Hát ennek már úgy tudom, hogy komoly irodalma van a kiégésnek, hogy hogyan kell elkerülni a kiégést. Én nagyon sok módon védekeznek ez ellen. Nem annyira szélesek az ismereteim ezen a területen, tehát nem vagyok ebben szakember, csak amennyit olvastam, vannak, akik azt javasolják, hogy bizonyos időszakonként, 7-9 évenként érdemes az embernek váltani. Na de hát akkor, hogyha valaki az Úr követésére adta a fejét, akkor természetesen ez csak nagyon, hogy mondjam, szűk keretek között teheti meg, de én azt gondolom, hogy Isten jó pásztor. Ő az embernek az alkotója, teremtője, és hogyha az ember Istennek az útján jár, akkor nem ég ki. De akkor is megkísértheti a kiégés bizonyos területeken, viszont ha vált, akkor az az Isten uralma alatt valósulhat meg, a Szentlélek vezetése szerint valósulhat meg, és akkor az ember úgy tud váltani bizonyos területeken az életében, hogy nem esik ki Istennek az akaratából.
Hát nyilván Isten nem egy hajcsár, nem azt várja tőlünk, hogy kötelességtudatból kövessük őt, hanem pont az efezusi gyülekezetre utaltam, azt várja el tőlünk, hogy amit teszünk, azt lelkesedésből, örömmel tudjuk tenni, Isten iránti szeretetből tudjuk tenni, és hogyha ő ilyet vár el tőlünk, akkor nyilvánvalóan alkalmassá is tesz bennünket erre. Egy másik helyen ugye Jézus azt mondja, hogy az ő igája az könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha valaki nem ezt érzi, akkor vagy nem az Úr igáját hordozza, vagy pedig az Úr igáját hordozza, de szüksége van arra, hogy kapjon Istentől új erőt. És milyen jó nekünk, hogy újjá tudunk születni, hogy az újjászületés által, ahogy a János evangéliumban olvassuk, az élő vizeknek a kutya kerül bele a szellemünkbe, és egy másik helyen, a János 7-ben pedig arról olvasunk, hogy akik Jézusban hisznek, azokból az élő vizeknek a folyamai ömlenek. Tehát van forrásunk, vannak folyamok, amelyek elérhetőek a számunkra, tehát van egy olyan természet fölötti plusz a hátunk mögött, vagy bennünk, amely által folyamatosan képesek vagyunk a megújulásra. Egy keresztény nem újul meg, az egyértelműen az ő felelőssége. Az nem azért történt, mert nem volt számára elérhető az, ami a megújuláshoz szükséges, hanem mi vagyunk azok, akik néha ezt a folyamatot hátráltatjuk. Vagy a folyamnak az útjába tömítő anyagokat rakunk, és megakadályozzuk azt, hogy elérhetőek legyünk Isten számára. Hát a keresztényeknek óriási nagy lehetőségük van, sokkal több, mint a világ számára. Egy világi állandóan váltani, a környezetét kell megváltoztatnia, gyakran az orientációját, újabb szakmát kell kitalálnia, más területen kell kipróbálnia magát, hogy a kiégés ellen védekezzen, de egy újjászületett keresztény, akinek a teste a Szentlélek temploma, folyamatosan a megújulás lehetőségét hordozza magában. A kiégéssel kapcsolatban említetted a munkahelyet, hogyha vált is valaki, akkor valóban a Szentlélek uralma alatt, tényleg Isten vezetés által váltson, hogy tényleg ne egy rosszabb várjon az emberre, hanem a jobb, amire az ember úgy igazán tud vágyni. De mi történik akkor, ha éppen az az üzenet, hogy ott kell maradni azon a munkahelyen, csak egy kicsit meg kell edződni? Létezik az a kategória, tapasztaltál már ilyet, aki benne volt egy nehezebb szituációban, tényleg még megfáradottnak is érezte magát, de mégis úgy megedzette az Úr őt abban az időszakban, hogy ugyanazon a munkahelyen, lehet, hogy egy-két hónappal később, de jobban tudott teljesíteni, mint valaha? Hogyne. Hát ilyen rendszeresen előfordul, tulajdonképpen ezt hívjuk próbának, amikor egy ember olyan helyzetbe kerül bele, hogy szűknek érzi azt a szituációt, amiben benne van, megoldhatatlannak is érzi talán, azt vetíti ki a jelenlegi állapotát a jövőre, hogy ez már mindig így marad. Uh-huh. Tehát a kiégettség állapotában az ember azt az életérzést, amit akkor éppen érez, az kivetíti a jövőre, és ettől kísérti meg a depresszió, és sok ember ebben az állapotában menekül, és hagyja el a helyét. És ez egy veszélyes dolog egyébként, hogyha az ember menekülni akar a kiégettség elől. Egy proféta azt mondja, hogy őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és ott hallgatom, hogy mit szól Isten hozzám. Tehát az ember nem hagyhatja el a helyét, mert akár ilyen okok miatt is, hogy a kiégés érzéseit érzi, elhagyja, akkor nem a megoldás felé megy el. Tehát egy illúzió. Hasonlítanám ezt ahhoz, amikor valaki úgy érzi, hogy akkor tudja megvalósítani önmagát, hogyha elhagyja a hazáját, elmegy egy másik országba. Nincs semmi garancia arra, hogy ott majd megtalálja a számítását, de ez is egyfajta menekülés. Tehát akár a munkahely elhagyás is lehet menekülés. Most nem akarom erre leszűkíteni a dolgot, de a lényeg az, hogy Isten kijelölte mindenkinek a helyét, és ott azon a helyen érhetik az embert olyan hatások, ami miatt a motivációját elveszíti, és ilyenkor nagyon fontos keresni az Urat, hogy ne egy lázadás származon ebből, és ne egy illúzió vezesse az embert, hogy majd máshol jobb lesz, hanem ott maradjon meg azon a helyen, és Isten egy pillanatra, másikra meg tudja változtatni az embernek az életérzéseit. Van, hogy semmi nem változik meg. Tehát, hogy a körülmények közül semmi nem változik meg, csak egyszerűen az ember már máshogy értékeli a saját helyzetét, másképp látja a saját jövőjét. Mondanám azt is, hogy még az is előfordulhat, hogy a hálátlanság vezet a kiégéshez, hogy nem értékeli az ember azt, amilyen van úgy, ahogyan kellene. Úgyhogy a legjobb, hogyha egy ilyen helyzetben, egy ilyen életérzésben az ember
először a háladást próbálja ki, az egy mindig egy nagyon jó, azt sose lehet eltéveszteni, ugye egyszer hallottam erről egy tanítást, hogy lehet sokat, lehet beszédben vétkezni, imában vétkezni, ugye nem a, mondja Jézus, hogy nem a sok beszédetekért hallgattak meg benneteket, Isten nem a sok beszédért hallgat meg bennünket, de egy dologban nem lehet vétkezni, hogyha az ember sokat köszön Istennek, és sokat ad hálát, még hogyha ugyanazért a dologért is ad hálát, mert hogy pontosan azért adja Isten a dolgokat, hogy az ember a hálaadásban bővölködjön. Tehát ilyenkor el kell kezdeni az embernek hálát adni, és sokszor a hálaadás közben az ember már másképp, már a hálaadás közben az ember már másképp értékeli saját magát. Például gondok vannak a gyerekekkel, és akkor ezen bosszankodik a szülő. És aztán utána megemlékezik arról, hogy volt egy olyan időszak az életében, mit nem adott volna azért, ha egyáltalán vannak gyerekei, vagy problémák vannak a házastársával. Akkor visszaemlékezik rá, mit nem adtam volna, hogyha lenne házastársa, mert nem egyedül kellene laknom, élnem. Vagy a munkahelyével. És akkor visszagondol arra, hát mennyit imádkoztam azért, hogy legyen egyáltalán munkahelyem, legyen pénzkereseti forrásom. Tehát gyakran bele tudunk veszni az apró problémákba, és ezek annyira uralmat tudnak venni fölöttünk, hogy elhomályosítják előttünk azt, hogy mi mindenért kellene hálát adunk egy adott helyzetben, és ez is oka lehet a kiégésnek sokszor. Nagyon érdekes dologra lyukadtunk ki az első blokk végére, hogy valóban a hálaadás, hogy tudjuk értékelni azt, amink van, mert hogy mik lehetnek a veszélyei, tehát épp a veszélye, az egyik veszélye lehet a hálátlanságnak, és annak, hogyha az ember nem értékeli a dolgait, amit lehet, hogy éppen Istentől kapott. Hajlamosak vagyunk azt, ami van, azt természetesnek venni, és úgy tekinteni rá, hogy hát az rendben van, hát az azért van, mert az jár nekünk. Hát ez a minimum. Ami van, az azért van, mert hogy ez nekünk jár, és ez rendben van. Ebből indulunk ki, és akkor, hogyha ez a kiindulási pont, akkor ennek fényében a gondok, a problémák, ami az életünkben vannak, ezek fölnagyítódnak és frusztrálnak bennünket. Miközben, hogyha abból indulnánk ki, hogy amink van, az egyáltalán nem jár, hanem azt kaptuk, az kegyelem, az Istennek az ajándék az életünkben, és köszönjük meg, hogy egészségesek vagyunk, és ne olyan emberekhez hasonlítsuk magunkat állandóan, akik nálunk sikeresebbek, eredményesebbek a területükön, mert akkor folyamatosan frusztráltak leszünk. Még irigyek is leszünk, hanem keresünk a környezetünkben olyan embereket, akik kiválóban helytállnak úgy, hogy szerények körülmények között élnek, nagyobb áldozatot hoznak azért, hogy fönntartsák magukat, hogy az egzisztenciális harcukban sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, és akkor leszokunk arra, hogy hálásak legyünk. Tehát ez a viszonyrendszer, ahogy az emberekhez viszonyulunk, ahogy a környezetünkkel kapcsolatban vagyunk, ez nagyon nagy hatással van ránk. Hát akár még a bűnbocsánatnak, az üdvösség elvételének a viszonylatában is, ugye Jézus mond egy példázatot, hogy bement a vámszedő a templomba, meg bement a farizeus, és ugye kijött ki megigazulva, aki nem egy másik emberhez hasonlította magát, hanem a saját állapotát azt reálisan látta. A másik ember, mivel egy olyan valahogy úgy szocializálódott, hogy mindig a nála rosszabb emberekhez hasonlította magát, úgy fölépítette az egóját, hogy az Istennel való kapcsolatát is elveszítette, és nem tudott kegyelmet nyerni, mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Tehát ezt folyamatosan nevelni kell magunkat, hogy azt, amink van, azt ne vegyük egy természetes dolognak, ne úgy tekintsünk rá, hogy az jár, hanem azért adjunk hálát. És még egyszer mondom, hogy ha az ember a hálaadásnak ebben a szellemében jár, ez már az első lépés lehet a kiégéshez, mert akkor tényleg maga valóságában tudja értékelni azt, amilyen van. Én is megfigyeltem a gyerekeimen, hogy mi figyelem magamat, hogy milyen reakciójuk mit vált ki belőlem. Ha azt látom rajtuk, hogy annyira örülnek és hálásak annak, ami van, akkor azt veszem észre magamon, hogy azonnal azon gondolkozom, hogy hogyan tudnék még adni. De amikor pedig azt veszem észre rajtuk, hogy nem, ezt természetesnek veszik, és frusztrálja őket, hogy mi az, ami nincs, amit szeretnének, akkor meg úgy veszem észre, hogy úgy behúznám a kéziféket. Persze én nem vagyok jó, mint Isten, tehát lehet, hogy Isten nem így működik, de azért mégis beszédes az, hogy az ember, hogy mondjam, ezt hogyan éli meg. Még egy példát hagyd mondjak, hogy jártam egyszer külföldön, amikor egy taxiba ültem, piros lámpánál odajött egy fiatal fiú kéregetni. De nem búskomoran, hanem örömmel.
nevetve. Tehát nem akarta sajnáltatni magát. Mikor lát ilyet az ember Budapest utcáin? Én még nem találkoztam ilyennel. Vidáman jött. Azt láttam rajta, hogy akkor is kedvel, áld, jó szívvel van hozzám, ha nem adok. Tehát láttam rajta, és azon a reakción kaptam magamat, hogy valamit adnék neki. Arra indított, hogy adjak, és nem ezt érzem akkor, amikor más szomorú tekintetekkel találkozok, és azt látom a másikon, hogy úgy néz rám, hogy ha én nem adok, akkor én vagyok az ő csapásának az oka, és része vagyok a nyomorúságának. Tehát nyilván ilyenkor is ad az ember, nem azt mondom, hogy akkor ne adjunk, mert adjunk, csak mondom, hogy ez egy kulturális különbség is. Ugye ez nem egy európai országban volt, hanem egy közel-keleti országban, egy kicsit más az embereknek a mentalitása, de minden esetre visszatérve az eredeti gondolatra, hogy ha hálát adunk, akkor azt gondolom, és ha örülünk annak, ami van, akkor inkább ösztönözzük Istent arra, hogy kisegítsen bennünket a holtpontokról, és átsegítsen bennünket a kiégésnek az időszakán, és megújítson bennünket, mint hogyha megpróbáljuk magunkat sajnáltatni, és ezzel azt kommunikáljuk Isten felé, hogy hát azért jobban is odafigyelhetne ránk, meg azért többet is adhatott volna, mert ha többet adott volna, akkor most nem éreznénk magunkat így. Mert tulajdonképpen sokszor ezt fejezzük kímába. És ez nem jó. Ezért kell a könyörgésben a hálaadásnak bőségesnek lennie, mert akkor a könyörgésben nem gabajodik bele az ember az önsajnálatba, és nem úgy fogalmazza meg a kéréseit, hogy van benne egy burkolt neheztelés Isten felé, hanem persze nem mondja ki az ember, mert annyira istenféli, hogy ezt nem kommunikálja, de mégis a metakommunikációjában sokszor a könyörgőnek benne van az, hogy a lelke mélyén vádolja Istent, és tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy ezt, én azt gondolom, hogy ezt már rég meg kellett volna nekem adnod, de hát ha már eddig nem adtad meg, akkor most már legalább jó lenne, már most megadnád. Tehát még egyszer mondom, hogy arra figyeljen az ember, hogy ez az imájában ne legyen benne, hanem őszintén az legyen benne, hogy értékeli azt, amit már eddig Istentől kapott. És úgy áll hozzá, hogyha Uram, te többet nem adsz nekem, én már így is jól vagyok. Mert. És bőven van még akkor is miért és hálát akkor is adni. Van még bőven miért hálát adni. Érdemes szerinted az imáinkat hálaadással kezdeni? Hát feltétlenül. Feltétlenül. Mert az szocializálja, tehát ez önmagam miatt is fontos, hogy amikor elkezdem a kéréseimet megfogalmazni, akkor ne az igazságtalanság állapotába legyek. Mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten az igazak imáját hallgatja meg. Ez nem csak arra igaz, hogy most nem élek bűnben, hanem arra is, hogy az ima pillanatában sem vagyok igazságtalan. Hogyan tudom elkerülni azt, hogy maga az imádkozás közben igazságtalan legyek? Úgy, hogy először a hálaadással az Isten dicsőítem, hogy az 50. Zsoltár azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőíti Isten, tehát ez már önmagában az Isten dicsőítése. Ezáltal fölépítem az Isten igazságát, és ha fölépítem az Isten igazságát, akkor már nem vagyok igazságtalan, és amikor ebben az állapotomban fogalmazom meg a kérdéseimet, akkor az Isten meghallgat engem. Hálaadás az Isten felé, megemlékezni azokról a dolgokról is. Annyira jó, hogy említetted, hogy az ember tényleg nem is gondolta volna, hogy eljön az az idő valóban, amikor lehet gyermeke, amikor családban élhet, ott a férje, adott esetben a feleség. Ehhez kell szeretet is, vagy ehhez döntés kell? Hogy én eldöntöm, hogy én nem feledkezem el az Úr jóságáról. Ez döntés kell. Gyakran még az embernek föl is kell írnia magának. Hajlamosak vagyunk a felejtés. Hát gondoljunk arra, hogy a Zsoltárokban hányszor Dávid arra ösztönzi a kortársait, hogy emlékezzenek meg, emlékezzenek meg, emlékezzenek meg. Magunkat szocializálnunk kell arra, hogy emlékezzünk meg arról, hogy mi mindent tett Isten már az életünkben. Például, például a félelmekből való megszabadulásra, ami újra és újra termelődik az ember életében. Mert újabb és újabb feladatok, újabb és újabb helyzetek, újabb és újabb kihívások várnak az emberre, és minden új helyzettől, ahogy szokták mondani, mit csinál az ember az új helyzettől? Fél. Az ismeretlentől való félelem, az abban is megjelenik, hogy egy új feladat, egy új kihívás, egy új helyzet, amikor egy ember férj lesz, vagy feleség lesz, aztán apa lesz, vagy anya lesz, aztán nagyapa lesz, nagyanya lesz, amikor pénzkereső lesz, amikor kilép a családi kötelékből, önálló egzisztenciát alapít, újra és újra félelmek, és újabb kihívások, stb. Termelődnek. De ha az ember megtanulja azt, hogy megemlékezik arról,
hogy milyen félelmei voltak, és már mennyi mindenből megszabadította az Úr, ahogy a 34. Zsoltárban Dávid látszik, hogy fejben tartotta, mert azt mondja, hogy minden félelmemből kimentett engem. Tehát Dávid tisztában volt azzal, majdnem, hogy azt mondom, jegyzőkönyvezte, mert így volt, úgy érezte igazságos, hogy amit Isten tett az életébe, arról ő megemlékezik, hogy milyen félelmei voltak már, mik termelődtek az életébe, és hogy mi mindenből szabadította meg az Úr, pedig a félelem állapotában az ember úgy érzi, hogy annak sose lesz vége. Az úgy érzi, hogy az a részévé válik, az végig fogja kísérni az egész életét. És lám, az Úr megszabadította, és amikor ezekről megemlékezik az ember, akkor az éppen aktuális, most termelődött félelmeivel is könnyebben elbánik, mert tudja azt, hogy majd ez is múlt lesz, erről is el fogok feledkezni. De milyen jó, hogy elfeledkezünk róla, mert hogyha nem feledkeznénk erről, akkor nem élnénk át valóságosan a szabadulást. A szabadulás az pont az, hogy az ember elfelejti azt, ami volt, de ugyanakkor mégis gondoskodni kell róla, hogy mégse felejtsem el. Mert amikor úgy emlékszem vissza rá, hogy már szabad vagyok tőle, akkor a visszaemlékezés már nem idézi fel azokat a negatív érzéseket, nem hordozzák már azt a nyomasztó erőt, hanem inkább csak ilyen informatívan magára az eseményre emlékezem, és tudom dicsőíteni az Urat azért, hogy megszabadított. Hát amikor átmentek Izrael fiai a Vörös-tengeren, és utána mentek a pusztába, és visszagondoltak arra, hogy mit éreztek akkor, amikor be voltak szorítva az egyiptomi hadsereg által a Vörös-tengerbe. Előttük a Vörös-tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg és a fáró, a lovaikkal, a szekereikkel, akik el akarják őket pusztítani, és milyen kiszolgáltatott helyzet, mit éltek akkor át. Aztán megnyílt a Vörös-tenger, átmentek rajta, száraz lábbal az ellenségei bekerültek a Vörös-tengerbe, eljutottak az ígéret földjére, és elfelejtettek mindent. Hát persze, elfelejtették, mert az Úr megszabadította őket, de meg kellett volna mégis emlékezniük róla, mert amikor az anákokkal találkoztak, és hallották a tíz kémnek a rossz hírét, hogy jó a föld, de anákok lakják, meg óriások lakják, akkor eszükbe kellett volna jutniuk, hogy hát ezt én már éreztem. Ezt én már éreztem a Vörös-tenger előtt is, és akkor is megszabadított az Úr. Nem szabad, hogy most ennek a félelemnek átadjam magamat, és a hálaadásnak pont ez a jelentősége, hogy ezekről is az ember meg tud emlékezni, és erőt tud meríteni a múltbeli szabadításokból a jelenre vonatkozóan. És amikor az ember megemlékezik arról, hogy Isten a múltban mit cselekedett az életemben, a megemlékezés által fölszabadul újra ugyanaz a szellemi erő és kegyelem, ami akkor működött, és ugyanaz a szellemi erő és kegyelem a jelenben is elkezd működni. Tehát a hálaadással egy szellemi erőt tud az ember fölszabadítani, és hitet. Említetted talán a legelső blogban, hogy annak nem kell megújulni, aki már megújult. Mi történhet akkor, beszéljünk egy keresztény emberről, akinek a jövőképe az első időszakban tele van reménnyel, hittel, jó várakozással, egy pozitív életszemlélettel, jönnek az akadályoztatások, a nehézségek, a harcok, a kudarcok is adott esetben, és nem történik meg sem belül, sem kívül, látszólagosan sem a megújulás az életében, hanem egy ilyen befásult, egy ilyen fáradt embert látunk. Megvan az a veszélye is, hogyha az ember megmarad ebben az állapotban? Megvan. Az nagyon jó, hogyha az ember tudatosítja magába, hogy ez a fajta első lelkesedés, ami a megtérés után kiépül az emberben, ebben azért sok az emberi rész és az irreális várakozás is. És különbséget kell tenni a között, hogy az ember a saját várakozásában csalódik, meg nagy különbség van a között, hogy az ígéretekben csalódik. Én nekem az a meggyőződésem, hogy az ígéretekben nem lehet csalódni. De vannak ígéretek, amelyek létrehoznak az emberben várakozást, de van mégis egy emberi rész is, amit mi teszünk hozzá, amivel kapcsolatban viszont nincs ígéretünk. Amit mi, hogy mondjam, csapunk hozzá a konkrét Isten ígérethez. Például ilyet lehetett volna, most nem tudom, hogy volt, hogy Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy fia lesz, örököse lesz. De nem mondta meg, hogy mikor. Viszont amikor Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy fia lesz, örököse lesz, én lehet, hogy tévedek, de én nekem az a gyanúm, hogy Ábrahámban volt egy kép arról, amikor ezt Istentől hallotta, hogy az mikor fog megtörténni, úgy nagyjából. És biztos, hogy nem arra számított, hogy 25 év múlva. Mert ha kapsz egy ígéretet Istentől,
akkor nem azt gondolod, hogy az majd 25 év múlva fog beteljesedni, hanem valahogy azt előrehozod. Amikor látta magát Ábrahám a saját fiával, akkor nem biztos, hogy 100 éves korában látta magát a képzeletében, hanem hamarabb. És ez az emberi rész, amit mi hozzáteszünk, és ez okoz sokszor csalódást. Tehát van valami, amire van ígéretünk, hogy ez be fog teljesedni, de ezt szeretnénk mi közelebb hozni, és aztán ezt nevezzük reménységnek. Mm. És hogyha megadott időn belül ez nem valósul meg, akkor pedig csalódottak vagyunk. Na, ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert ezek a csalódások is vezethetnek kiégéshez. De amikor így égünk ki, az olyan csalódások miatt égünk ki, amelyek tulajdonképpen a mi termékeink, olyan reménységek, amelyek a mi termékeink, amiket mi találtunk ki saját magunknak, akkor az abban az a mi felelősségünk, és akkor ilyenkor az a legjobb, hogyha az ember tisztázza azt, hogy most miért is érzem magam így? Uh-huh. Miért találtam ki magamnak olyan dolgot, amelynek nincs alapja? Például, hogy ember úgy tér meg, hogy azt gondolja, hogy a megtérésével most a problémamentes életet választja, akkor ez illúzió. Mert hogy megvan írva, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bejutni. És egy csalódás sorozat, ha erre vár, hiszen szembe jön vele a probléma. Persze. Hát a magvető példázata is arról szól, hogy van olyan, aki egyből örömmel fogadja az igét, de nincsen benne gyökere, és amikor megbotránkozások jönnek, vagy az élet gondjaival találkozik, vagy üldöztetésekkel találkozik, akkor csalódik, és elvetél benne a mag. Tehát az a fajta öröm, amiről például itt beszél Jézus, az egy olyan öröm, aminek két komponense van, egyrészt az Istennek az ígérete, de van benne egy emberi rész is, és valószínűleg az emberi rész, az illuzórikus rész, az nagyobb szerepet játszik benne. És ha ezt az ember nem tudja ketté választani egymástól, akkor csalódni fog. Hát igen, erősen jelen van a megújulás kérdésében a lélek állapota, nem? Tehát, ahogy így hallgatlak, nagyon sok érzelem eszembe jut. A várakozás, az, hogy dühös az ember, hogy szomorú, hogy elfárad, ez mind-mind az érzelmünkre hat. Igen. Jól igen. Értem? Ezek nagyon fontos részei, igen, a megfáradásnak. Csüggedtség. Ezért mondja a 42. Zsoltár is. Néha föl kell az embernek tenni magának a kérdést. Ott is tulajdonképpen egy ilyen kiégettség állapotáról van szó, amikor fölteszi magának a kérdést Zsoltáros, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? És visszaemlékezik egy olyan időszakra, amikor nagy csapatban vonultak, vitték föl az Úr ládáját a templomba, illetve a sátorba, a szent sátorba, dicsérték az Urat, és visszaemlékezik ezekre az időszakokra, aztán hirtelen összehasonlítja a jelen állapotával, és észreveszi, hogy a kontraszt miatt van benne egy csalódottság, hogy régebben a dolgok, mintha jobban mentek volna a mostani jelenlegi időszakhoz képest. És akkor utána elkezdi trenírozni a saját lelkét a Zsoltáros, hogy hát miért csüggedsz el lelkem, és utána mit mond? Hát még hálát fogsz adni. Tehát, hogy ki fogsz ebből jönni? Van olyan, hogy síralom völgye, hogy azt forrását tudja tenni az Úr, hogy pont most fogom megteremni azokat a gyümölcsöket, amiket nem tudnék megteremni enélkül a helyzet nélkül. Most válok igazából azzá, amivé válnom kell. Ugye teher alatt nő a pálma. Mit mond a 12. Zsoltár? Hogy az Isten igéje olyan, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Mi a földből való kohó? Az ember. Mi az ezüst? Az Istennek az igéje. Tehát az emberen keresztül jön be az Istennek az igéje a látható világba, a mi elhívásunk az, hogy az Isten igéjét behozzuk a látható világba, de ehhez alkalmas kohóvá kell válnunk, alkalmas edényekké kell válnunk, és ez viszont azt feltételezi, hogy az Isten néha beleenged bennünket olyan helyzetekbe, amikor a természetünk átalakul, átformálódik, mint ahogy az ezüst megtisztul a kohóban, tűzben, és hát gondolom, hogy ha az ékszernek lenne lelke, és vissza kellene gondolni az aranynak vagy az ezüstnek arra az időszakára, amikor még nem egy embernek az ujján volt, hanem amikor megtisztították, ha lenne lelke, akkor biztos, hogy nem azt mondaná az arany vagy az ezüst, hogy élete legszebb napjait töltötte a nemesítésnek az időszakában, de mégis kellett ez ahhoz,
hogy ékszeré váljon, hogy értékké váljon. Ha a nehéz időszakokat taglaljuk egy kicsit, adott esetben a síralom völgyét, mennyire fontos, hogy, ott, hogy a hitünkhöz, a hitünkhez ne tudjon odaférni ez az érzelem? Tehát a pozitív várakozás mindvégig ott kell lenni bennünk ahhoz, hogy győztesen tudjunk kijönni a csatából? Szerintem, ha az ember az érzelmeit nem is tudja megváltoztatni, de arra ügyel, hogy ne érzelemből beszéljen, akkor meg tudja nyerni úgy is a csatát, hogy közben az érzelmei nem változtak meg. De azért törekedni kell arra, hogy ez az érzelmi állapot, ez ne uralkodjon el az emberen. Tehát a kérdésedre visszatérve, én szerintem meg tudja nyerni úgy az ember a csatát, hogy közben az érzelmei nem változnak meg, de a csata megnyerése után biztos, hogy meg kell változzon az érzelme, hiszen megnyerte a csatát, az meg vitán fölül áll, hogy aki megnyerte a csatát, az őrül. Tehát az diadalmámorban úszik. Tehát a legkésőbb akkor az érzelmek mindenképpen változzanak meg, mert akkor nem is lehetne csata nyerésről beszélni, ha ez nem történik meg. De nem szabad félni attól, hogyha negatív érzései vannak az embernek, akkor mindaddig, amíg ezen nem tud változtatni, addig nincs is esélye arra, hogy a körülményei megváltozzanak. Tehát én nem hiszek abban, hogy először meg kell változni a feltétlenül az érzelmeknek, és akkor utána fognak megváltozni a körülmények. Megváltozhatnak a körülmények úgy is, hogy az érzelmek csak akkor változnak meg, amikor a körülmények, de az nagyon fontos, hogy az embernek a beszédét ne az érzelmei irányítsák, ha negatívak az érzelmei, hanem maradjon meg akkor is hitben, hogy egy másik Zsoltár azt mondja, hogy hittem, és ezért szóltam, noha nagyon megaláztatott voltam. Tehát a megaláztatottság állapotában az ember nem azt mondja ki, hogy milyen megaláztatott, hanem azt, ami a hite, akkor meg tudja nyerni a csatát, és az érzelmei előbb vagy utóbb, de a csatanyerés után mindenféleképpen meg kell, hogy változzanak. Sokat beszéltünk a megújulásról. Hogyan lehet megújulni? Döntés kérdése? Igen, azt hiszem, hogy akinek meg kell újulnia, az azt is tudja, hogy mi az a terület, amihez vissza kell térnie. Minden megújulás valaminek az elhanyagolását is jelenti. Ha valakinek megújulásra van szüksége, a legtöbb esetben, ha őszinte, akkor el kell ismernie, hogy vagy az imádkozást hanyagolta el, vagy az igével való közösséget, vagy a testvéri kapcsolatait, vagy a gyülekezetbe járást, tehát a szellemi életének valamelyik részét, vagy több részét, és ennek a helyére bejöttek olyan pótcselekvések, amelyek viszont a kiégéshez vezetik az embert, és az emberi lelket nem fölemelik, hanem alacsony szinten tartják, tehát a világhoz kötik. Ugye Dávid az egyik Zsoltárában azt írja, hogy ő tartózkodott attól, hogy hiába valóságra nézzen az otthonában. Tehát itt nem csak a bűnökről van szó, hanem eleve a hiába valóságokról. Ha az ember őszinte magához, azonnal meg tudja mondani, hogy mi az, amit abba kell hagynia, és mi az, amit újra el kell kezdenie, és hogyha ebben az ember következetes, és amit abba kell hagyni, azt abba hagy, amit el kell kezdeni, azt elkezdi, akkor rövidesen meg fog újulni. Én azt gondolom, hogy nem kell hónapokat várni. Isten, kegyelmes Isten, akár már egy nap alatt, vagy két nap alatt, vagy pár nap alatt érezheti az ember azt, hogy pályán van, változik. Tehát különösen a kegyelem korszakába, ahogy a Szentlélek úgy kiárat, mint napjainkban, nem kell hosszú ideig várni az új megújulásra, csak ezt a szót kell, hogy mondjam el ide is, meg kell igazából térni. Azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb végszó a mai beszélgetésünkhez. Köszönöm szépen, Géza, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.